Sikert kívánok az érettségéhez! Ajándéktólat kapott az igazgatótól minden érettségiző május 3-án hétfőn a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnáziumban. A diákok izgalommal, de felkészülten várták az érettségi vizsga kezdetét. Alapvetően nagyon kavarognak a gondolataim, tehát hogy azért nyilván izgulok, viszont örülök, hogy magyarral kezdünk, mert nem gondolom, hogy ez olyan hatalmas megpróbáltatás lesz. Ez azért megnyugtat, hogy akkor ma így belerázódok az egésznek a menetébe, és inkább a matek az, amitől tartok, de hát szerintem az a minden sorstársam így van, meg hát nyilván az emelt, ami nekem a tori lesz. A mai nap az olyan bevezetőnek tökéletes. Nem csak a diákok, az intézmény vezetői is izgalommal készültek az idei érettségére. A koronavírus járvány miatt sem az elmúlt tanév, sem maga a vizsga nem volt hagyományos. Ennek az érettségiző csoportnak, akik ebben az évben fognak érettségizni, egy sokkal nehezebb körülmények között történő felkészülés zajlott, hiszen már mondhatjuk, hogy lassan egy éve, igazából több mint egy éve alig jártak iskolába, szeptember-októberben jártak, aztán a többi az otthoni tanulással zajlott, tehát ilyen módon kicsit nehezebbek voltak a körülmények. Viszont azt szoktam mindig ilyenkor mondani, hogy aki becsületesen, szorgalmasan készült az elmúlt 4 évben, 5 évben, 12 évben, 13 évben, azoknak biztosan nem lesz nehéz, és egyébként ezek így is szoktak történni, tehát általában azért jó eredményeket érnek el a diákjaink, és tényleg becsületesen készülnek, és komolyan veszik az érettségi megmérettetést. Nagyon fontos dolog az érettségi vizsga, hiszen az egyetemi felvételik ezen múlnak, hogy ki hány pontot szerez ezeken a napokon, úgyhogy ehhez a téthez viszonyulva tényleg nagyon komolyan állnak hozzá a diákjaink. Isten áldjon meg a magyar! Tartson neve, míg a főt tart, paradicsom hazájában, éljen mindig boldogságban, éljen mindig boldogságban. Molnár Levente, Liszt Ferenc díjas operaénekes is részt vett a zarándokok búcsúztatásán május 7-én a Mária Pócsi templomban. A művész Erdélyben gyertyólemetén született, így mivel van román állampolgársága is, személyesen is részt vehetett a csíksomlyói búcsún. Az én zarándoklatomat is az ilyen csodálatos helyeknek, meg a csodálatos magyarságért ajánlom fel. Nagyon fontos az nekem, hogy ilyen helyen lehetek, mint Mária Pócs, és Csíksomlyóra zarándokolhatok, ott nőttem föl. Az igazság az, hogy Bánkbán és az én személyem ugye összeköti a kultúrát, egész Budapesttől Csángóföldig, egészen Székelyföldig. Nagyon, nagyon fontos számomra az, hogy hitben, erőben, szeretetben a magyarság összetartson. Összép kell a szívünket, a gondolatainkat húznunk, és csak a jó fele kellene haladnunk, és úgy érzem, hogy erre megvan a lehetőség abban az esetben, hogyha ha hitben, szeretetben élünk. Úgyhogy ezt annak ajánlom fel az ilyen magyaroknak, akik egyáltalán nem jöhetnének oda el, ugye, mert csak helyi lakosok. Én meg helyi lakos vagyok ott, megvan mai napig a személyim, úgyhogy sok üzenetet fogok én is szállítani a kedves hívektől. Kedveskedjél megáldani ezen zarándoklatot, a Szentlélek marasztja, és a Szent... Orosz István parókus áldotta meg a zarándokokat indulás előtt, majd a hívek felkötötték a szalagokat arra a keresztre, amelyet a kerékpárosok juttattak el Csíksomlyóra. A járvány miatt csak román állampolgárok vehettek részt az idei búcsún. 12 évvel ezelőtt a próba zarándoklatot elmentünk Mária Pócsról Csíksomlyóra, és végig egy hétig szakadt az eső, és akkor Bőti atya volt akkor a főszónok, és ő egy régi mondást idézett, hogy a zarándoklatra sosincs rossz idő, csak legfeljebb gyenge ember. Azóta is ezt tartom, akár a zarándoklatok, akár a kerékpárturák alkalmával, teljesen lényegtelen, hogy milyen az idő. Májusban derült ki, hogy júliustól átveszi a Kisvárdai Kórház működtetését a Görög Katolikus Egyház. Kocsis Fülöp érsek metropolita azt mondta a Kölcsei Televíziónak, a feladatok nem, csak a szemlélet és az értékrend változik az átvétel után. A betegek több kórház lelkésszel találkozhatnak majd, és szeretnének egy kis fatemplomat is felépíteni a Kisvárdai Kórház területén. Egy olyan ápoló jön oda gondozni a beteget, aki hivatástudatból teszi ezt, vagy olyan orvossal találkozik, aki a hivatástudat vezet, egészen mást kap, mint hogyha valaki a pénzért végzi el azt a feladatot. Hát azon dolgozunk, az a fő szent célkitűzésünk, hogy a Kisvárdai Kórházban is a
legfőbb orvosoktól, kezdve az ápolónőkön keresztül, akár még a fűtőig is, hivatástudatból végezzék a munkájukat. Májusban adtunk hírt arról is, hogy bővítik a Szent Anna Katolikus Általános Iskolát Nyírteleken. Az intézményben új sportcsarnokot, újabb tantermeket és közösségi színtereket terveztek kialakítani. A beruházás közel 500 000 forintból valósult meg, amely december elejére készült el. Ez egy jó iskola volt akkor is, és reméljük, hogy a mi fenntartásunkban még jobb lesz. És ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy mondhatom így, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy saját forrásból tudjuk bővíteni ezt az épületet, és tudjuk felépíteni ezt a csarnokot, amely azt hiszem hiánypótló, és a gyerekek nagy örömére fog szolgálni. Energetikai korszerűsítésen esett át a nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola és Gimnázium kollégiuma is. Kicserélték az ablakokat, hőszigeteltek és napelemeket is elhelyeztek az épületen. A fenntartó úgy számol, hogy a jövőben olcsóbb lesz a kollégium üzemeltetése. A teljes épület részt, mármint ami a kollégiumot illeti, tehát a kollégiumnak a részét tudtuk teljesen felújítani. Hőszigetelést kapott, utólagos külső hőszigetelést kapott az épület. A nyílászárókat tudtuk kicserélni, a fújtést korszerűsítettük, illetve hát az energiahatékonyságnak a jegyében, a megújuló energiaforrásoknak a tekintetében is igyekeztünk lépést tenni, és így napelemek is kerültek az épületre. A fejlesztésre egy 300 millió forintos nyertes pályázat adott lehetőséget, melyhez a fenntartó egyházmegye 50 millió forint önerőt adott hozzá.